A közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program célkütőzése, hogy a tanulmányban megtervezett létesítmények együttesen és összehangolt módon jelentős mértékű vízszintcsökkenést alósítsanak meg a tisza visk vásárosnamény közötti szakaszán. Erre a legalkalmasabb megoldás az árapasztótározó képítése. A tározóknak az alkalmazása egy rendkívüli árvíz előfordulása esetén azon védekezési szituációban sokkal olcsóbb a tározónak a, a bevetése, mint a védekezési munkálatoknak a megszervezése, itt a homokzsáknak a homoknak, és hát az emberi energiának a felhasználása a védekezéshez. A határon átnyúló projekt keretében a magyarországi területen három tározó terve készült el, a Tisza-Szamos közén tisza Nagyar és szatmár térségében. A három létesítmény összesen 123 millió köbméter vízbefogadására lenne alkalmas. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb és a leghasznosabb az lenne, hogyha a Tisza túr közén alakítanánk ki a következő időszakban árapasztó tározót. Ez azt jelenti, hogy Tisza becs alatt közvetlenül létesülne egy olyan vízkivezető műtárgy, mint mondjuk Tarpa az épülő beregi tározóhoz hasonló, és 40-45 millió köbméternyi víz betározására lenne szükség esetén. A Felső Tisza és Mellők folyóinak vízjárását szinte teljes mértékben az ország határon túli hegy- és dombvidéki vízgyűjtő földrajzi meteorológiai sajátosságai határozzák meg, ezért fontos, hogy összehangolják a fejlesztéseket a határon túli területekkel. Ukrán oldalon két tározó terve készült el, mindkettő a határ mentén helyezkedik el. A nagyobb kapacitásút mezővári és csetfalva közelében, a kisebbiket pedig Tiszaújlak térségében szeretnék megépíteni. A két tározó több mint 100 millió köbméter víz lenne alkalmas, ami egy rendkívüli árvíz esetén jelentős segítséget nyújthatna a védekezésben. A közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program záró rendezvényén az is elhangzott, hogy a megvalósításhoz az új uniós ciklus forrásokat biztosít, így optimális esetben már a jövő évben megkezdődhetnek az előkészleti munkák az újabb tározók kialakításához.